Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, az ide is tart, mint a program részeként asztalos műhelyben is dolgoznak a közfoglalkoztatottak, így a régi elemek mellett új elemekkel is bővült az idei évben a program. Az asztalos műhely kialakítása után az elmúlt időszakban megtörtént az eszközbeszerzés, és már javában dolgoznak a közfoglalkoztatottak. Tájékoztat a televíziónkat Márkus Gábor alpolgármester. Ahogy tervezgettük az évi programokat, hogy itt hasznos dolgokat tudunk előállítani. Ugye az asztalos műhelyben számtalan embernek a fantáziája túlszárnyal, hogyha arra gondol, hogy miket lehet csinálni, és ezért gondoltuk, hogy megpályázzuk ezt a programot, felvázoljuk, hogy körülbelül mit akarunk csinálni, milyen mennyiségben, vagy egyáltalán mi az elképzelésünk, és ezért indult előtt fővel ez a Start program, ami asztalos csoport néven működik. Hát ugye úgy kezdődött a tavasz, hogy hát egyrészt meg kell keresni a helyet a műhelynek, aztán utána ugye mivel a program biztosítja, gépbeszerzések történtek, ha jól tudom, most jelen pillanatban már valamennyi gép, ami szükséges egy asztalosnak, hogy elvégezze a munkáját, megvan. Gyalogép, akkor ilyen falcoló, meg vágó, tehát én most pontosan a szakkifejezéseket nyilván nem tudom, de én a múltkor, amikor jártam a műhelybe, látom, hogy minden rendelkezésre áll. És hát már azóta dolgoznak a fiúk, több mindent készítettek. Az asztalos műhely kialakítása tehát megtörtént a közkévtelep helyen. A programban 5 fő és egy brigádvezető kapott munkalehetőséget, akik különböző asztalos ipari munkákat látnak el. Így a közelmúltban a programban dolgozók elkészítették a szabadtéri színpad szerkezetét, zászlótartókat készítettek, emellett pedig intézményi karbantartási munkákat is elvégeznek. A város lakosság, amit láthat a művelési ház mögötti szabadtéri színpadnak a emelvény készítése, az már most teljesen rendben van. Olyan szempontból hát majd még nyilván időjárás védelem ellen majd be lesz festve, vagy be lesz itatva a fa, de ezt csinálták. Akkor ilyen asztali zászlótartókat készítettek már, meg számtalan egyéb dolgot, tehát hogyha felmerül olyan az intézményi hálózatban vagy az önkormányzatnál, hogy valami, amihez asztalos munka kell, azt elkészítik. Én úgy tudom, a városüzemeltetővel is van valami kooperáció ilyen szempontból. Nem szerződésnek mondanám ezt, hanem ugye a városüzemeltető elmondta, hogy mi az igénye, mit szeretne, abból csináltak azt hiszem majd próba példányt is abból a dologból, és hogy aznek a gyártása majd indul, vagy tovább folytatják, azt én most nem tudom megmondani. És nyilván sok minden van, a városban elhelyezni padokat, vagy bármilyen hirdetőtáblát lehet készíteni. Tehát ilyen tervek is vannak, meg sok minden egyéb. Költségtakarékosság, tehát egy bármelyik intézményünkbe felmerül olyan dolog, ami asztalos munkát igényel, és a iskolai intézményhálózat most, vagy a GESZ-ről beszélek, tehát ott is vannak egyébként szakemberek, akár asztalos is van, de hogyha mégis olyan munkát igényel, amihez ilyen gépek szükségesek, és akkor el tudjuk készíteni, az nyilván egy takarékosság, hiszen azt mondom, hogy anyagköltség áron meg lehet csinálni bármit. Tehát az asztalosoknak is egyébként nagy a fantáziájuk. Alpolgármester úrtól megtudtuk, a program nem csak az eszközbeszerzésre nyújtott forrást, hanem az anyagbeszerzés is a megítélt pályázati összegből történik. Így a helyi vállalkozóktól jó minőségű és jól megmunkálható alapanyagok kerülnek megvásárlásra. Hát az anyagbeszerzésre is van költségkeret a programban. Hát nyilvánvalóan az anyagot, én ebben napi szinten nem vagyok benne, az anyagbeszerzés nyilván a legkedvezőbb áron történik. Most, hogy aztán konkrétan, hát igyekszünk, biztos úgy, igyekszik, aki ennek a felelőse, hogy a püspökladányhoz kötődjön, a vállalkozókhoz kötődjön az anyagbeszerzés is, de nyilván ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha olyan kedvező ajánlatot kapunk egy-egy faanyagra, köbméter ára, ami számunkra is elfogadható, hiszen azért azt figyelnünk kell a költségeket, hiszen az is véges. Tehát ebbe a programba most egy darabig, tehát egy évre előrevetítve meg van véges a költség, tehát az anyagköltség, és ehhez kell igazítani. Az eszközbeszerzés során különböző asztalosipari gépeket sikerült tehát megvásárolni. Így gérvágó, szalag- és körfűrész, lapszabász, marógép és gyalogép is segítette az itt dolgozók munkáját. Tudtuk meg Nádasi Viktor brigádvezetőtől. 60 dolgozunk jelenleg, hát ilyen balkács gépek vannak egyelőre, de ezzel lehet dolgozni.
dolgokat meg lehet csinálni. Hát az végül is gérvágó, ezzel szögbe lehet vágni, pontos hosszat, tehát lehet szélesebb anyagot, tehát méretre vágni. Tehát ezeket tudja, tehát hogy dönteni lehet. Tehát ilyen szögvágásokhoz. Lehet használni, tehát szegő létezés, ablak, keretek, ilyesmi. Ez a főgép, tehát végülis az egyengető vastagsági egybe, tehát ezért gyalogatni szoktuk az anyagot méretre, pontos méretre. Tehát ez most a vastagló része van beállítva. És az az elszívó, forgács elszívó. Tehát az gyűjti össze a forgácsot, tehát ne a lábunk alá menjen. Tehát ez egy kis szalagfűrész, de ezzel végig is hossz irányba szélességet tudunk szabni vele az anyagot. Tehát végig is nagyobb anyagot kisebbre, méretre. Ott van a köszörűgép, tehát végig is élezésre használjuk. Vésők, ilyesmi, tehát ami éppen szükséges, vagy szalagfűrészlap élezéshez. Persze saját munka. Van egy asztali kőfűrész, ezzel is a anyagok pontos méretbeszabását tudjuk végezni. Tehát szögbeállítást, lehetőség ugyanúgy van. Többnyire ilyen kisebb aprót, tehát nem nagyipari célra készültek ezek már kicsik, de amúgy ilyen apró dolgokat lehet. Az asztalos műhely egyik legfontosabb berendezése a satupad. Ebben a műhelyben is található egy igen különleges fából készült satupad, melyen a közelmúltban el is készült a szabadtéri színpad, színpad szerkezete, jelenleg pedig hirdető táblákon dolgoznak az itt foglalkoztatott munkások. Itt végezik a főmunkákat, anyagokat rögzíteni, marni, stb. Tehát mondhatni ilyen segéd. Ez a legfőbb része az asztalos műhelynek. Hát a színpadot csináltuk meg a művelődés ház mögé. Tehát az, ami elkészült, vannak folyamatban munkák, ilyen hirdetőfal, vagy zászlótartó érnek. Tehát mindig menet közben milyen. Ez szerintem az intézményeknek a kiszolgálását szolgálja többnyire. Az asztalos műhelyben tehát szakképzett dolgozók végeznek értékteremtő munkát. A jövőben pedig különböző használati tárgyak, intézményi karbantartási munkákat végeznek el a Start Minta program asztalos szakemberei.